man, what the fuck is that shit? Hey, Dre, what's the fuck's up, man? These are no motherfucking soft notes, man. What's up? Annyira menő a világ, hogy még a fa deszkához is ad az IKEA kezelési útmutatót, illetve nekünk még a macskánk is annyira menő, hogy viszkis pohárból issza a vizet. High life! Most jutottunk el arra a szomorú következtetésre, hogy Budapest sajnos autó nélkül közlekedhetetlen. Autóval is elég gáz, de legalább gyorsabb, egy picivel. És kevésbé szórakoztató mondjuk kiszaszarolni, hogy éppen mi nem jár, mi késik, mi nem akkor van a megállóban, amikor írják. Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy persze, mert hiszen az Uber elérhetetlen, illetve talán egy vagy két kocsi elérhető most. Nyilván félnek a rendszám elvételtől. Én továbbra sem fogok taxival járni, ezek után meg pláne. Tell that she wanted to fuck me. Olyan, mennyire lenne szopó, hogyha ez elszabadulna. Wow. Jó, majd jövök már. Dömper, hol is vagy? Na most az van, hogy kiderült, hogy kicsit neurotikus a macskány, és amióta hazajöttünk, lapos kúszásban mászik a földön, és nem mer eljönni az előszobából, mert valamitől nagyon megijedt. Az a helyzet, hogy lett egy új ilyen önműködő illatpermetező a lakásban, és szerintem azt nem bírja, de Anna szerint meg az történt, hogy magára rántotta az egyik törölközőt, és ezt így nem tudja hova tenni. Szegény macska képes halálra rémiszteni saját magát. Amúgy meg azért beszélek ilyen furcsán, vagy nem tudom, hogy furcsán, mert én alig hallom magam, mert éppen most jön ki rajtam az a lószarság, amit az Anna csinált 3 héten keresztül. Úgyhogy meglátjuk, hogy a férfi nátha az tényleg durvább, mint a női nátha, mert az Annáé az eléggé durva volt. Ennyi. Te a fekvés. És köszönöm a figyelmet.